A jeles nap a Stefánia belga hercegnő védnöksége alatt létrejött Országos Stefánia Szövetségnek állít emléket, mely 1915. június 13-án alakult meg Budapesten. A mai Magyar Örökségdíjas Szolgálat országos hálózata egyedülálló Európában, hungarikumként is számon tartják. A védőnők a terhességtől egészen a gyermek felcseperedéséig elkísérik a családokat. A várandósok, csecsemők, kisgyermekek, majd később az iskolások gondozása sokrétű áldozatos munka. Éppen ezért igyekszik a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara minden évben meghálálni a gondozók munkáját. Idén immár 10-szer rendezték meg az ünnepséget. Volt 2 pandémiás évünk, és ekkor nem tudtuk ezt a rendezvényünket létrehívni. Ilyenkor a megye összes védőnőjét meghívjuk, szeretnénk elismerni az ő munkájukat, de egyúttal szeretnénk nekik lehetőséget teremteni arra, hogy találkozzanak egymással, hogy tudjanak beszélgetni, megoszthassák egymással a gondjaikat, problémáikat, tudjanak egymásnak segíteni, ha éppen arra van szükség, de arra is lehetőség ez, hogy barátságok kötődjenek, megismerhessék jobban egymást. Őstör Anna Mária egészségügyi tanácsnok úgy fogalmazott, a védőnők a pandémia alatt nagyon hiányoztak a családok életéből, hiszen nem volt lehetőség a találkozásra, de mindig megoldották, hogy tudjanak megfelelő segítséget adni. Ugyanakkor a város életéből is hiányoztak, hiszen számos fontos egészségügyi rendezvény maradt el. Szűrőnapokon nem tudtunk részt venni, nem tudtuk ezeket megszervezni, úgyhogy nagyon hiányzik az ő egészségfejlesztő munkájuk. Én nagyon remélem, hogy a mai naptól, a mostani szezontól ez újra tud indulni. Az ünnepség keretében átadták a kiváló védőnő díjakat, melyet idén 7-en vehettek át a megyéből kiemelkedő szakmai munkájuk elismeréseként.